Lesz hónap harkája, egy ukrán teherautó, ami nem mindennapi akcióba kezdett, ellevendulásítjuk a birtokot, aztán megindulunk az ukrán határhoz. De kérlek, ne nézd végig ezt a videót, hogyha virágkötő vagy. Szóltam. Ez itt a... Március van, ami azt jelenti, hogy jön a hónap harkája rovat. Ezt a rovatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatta, vagyis nem én támogatom az egyesületet, és ezért küldik cserébe ezt a naptárat. Legyél te is tag, és neked is lesz ilyen. A hónap harkája a kis fakopáncs, ami szerintem a harkályvilág csivavája, egy teljesen fölösleges állat. A legkisebb harkályunk nagyjából veréb méretű. Akkor minek van? Tudom, hogy egyre fogynak a verebek, de gondolja, hogy tudja pótolni a hiányt. Ha kicsi akar lenni, akkor csinálja rendesen. Ezt az ökörszemet például a héten filmeztem Zuglóban, azért is ilyen a felvételnek a minősége, de tud a kis fakopáncs ennyire cuki lenni? Figyelj, a hangja éles, vi-vi-vi-vi-vi, dobolása hosszú, akadozó ütemű, néha nagyon sűrűn ismétli. Mondom, egy tiszta csivava. Idegbeteg kis hülye. Hazánk nagy részén elterjedt, de az Alföld egyes régióiból hiányzik, ahol a számára szükséges, idősebb állományú, lombos erdőkből kevés van. Elég finnyes kis dög. Évente egyszer költ, rendszerint 5-6 tojást rak, a kotlás 12-14 napig tart, és a fiókák 18-20 naposan repülnek ki. Szóval egész évben egy hónapot tölt gyesen, a többiben meg mit csinál? Eszik. Bum. Ennyi. Eszmei értéke 50 ezer forint, de szerintem ne fizessetek érte annyit, fogadjatok inkább örökbe valami odvas fát, azt próbáljátok meg megőrizni abban az állapotában, és lesz nálatok is ilyen, talán, kivéve ha az Alföldön laktok már, mert akkor ez ezek szerint szívás. Na jó, megyünk az ukrán határhoz, meg ellevendulásítjuk a birtokot, de előtte olyan képsorok jönnek, hogy kapaszkodjatok a széketekbe. Filmajánló rovat. A természetfilm.hu tud időzíteni. Mentségükre, vagy inkább érdemükre legyen mondva, hogy a Folyómentő teherautó című filmjükön már jó régóta dolgoznak, és a premier is be volt már időzítve. Lehet, hogy Putyint lehagyták a meghívottak listájáról? Röviden a sztori. Van egy fickó Kárpátalján, akit majdnem mindenki hülyének nézett a környezetében, hogy ő azzal akar foglalkozni, hogy a gigantikus mennyiségű szeméttől megtisztítsa a Tisza felső szakaszát. Sogámból hülyének is nézte. Hogy szeméttel foglalkozok, azt mondta, hát mi van, nincs mit csinálni, vagy mi van? Mondom, nem ezt akarok, hát hülye vagy te. Azért majdnem mindenki, mert a petkupásokkal speciál azonnal egy hullámhozra kerültek. Értitek? Hullámhoz, Tisza, hullám? Na jó, ez szar volt. Minden esetre ennek az összerezonálásnak volt köszönhető, hogy magyarországi közadakozásból sikerült neki összedobni egy teherautóra valót, hogy tudja végezni a munkáját. Ennek pedig aztán végső soron mi isszuk a levét, már hogy jön hozzánk a tiszta Tisza víz. Ezt képletesen értettem. Ne igyatok közvetlenül a Tiszából. Szóval a Folyómentő teherautó dokumentumfilm ez dolgozza fel olyan képi világgal, amit a természetfilm.hu-tól megszokhattatok. Szerda este lesz az élő, illetve a YouTube-os bemutató is, link a videó alatt. Mindjárt visszatérünk Ukrajna közelébe, de előtte gyorsan levendulásítsuk el a birtokot. Ezt a részt még nézhetik a virágkötők is. Lackó gazda rovat. És hogy mekkora egy mocsok vagyok, hogy már megint csak belengetek valamit, hogy majd láthatjátok. Mert hogy még a menekültkrízis előtt nekiálltam ígéretemhez híven előásni régi nyers videókat és feldolgozni őket, meg mert minél hamarabb flexelni akartam azzal a makukaevős cinkés jelenettel. Ezt a 3 másodpercet minimum 2 óra fűben hasalással hoztam össze, amúgy kész a videó, nyilvánossá is teszem pénteken. Az is kiderül majd igen, hogy hogyan levendulásítottam el a birtokot. Ezt egyébként egy kis zárt kör már meg is tudja erősíteni, mert hogy Patreonon kint van a link. Egy kis bónusz morzsa az előfizetőknek. Többiek meg várjanak péntekig. Mindjárt irány a határ, de előtte magamra haragítom a virágkötőket. Nőnaprovat. Március 8-a Nemzetközi Nő és Zoltán nap. Hogy kell vagy nem kell ünnepelni, meg miért nem az év többi napján is, ezeket az ideológiai kérdéseket nyugodtan tárgyaljátok meg kommentben, odalent.
Amin viszont gyakran átsiklunk, hogy március 8-a az egyik legpörgősebb nap a vágott virágkereskedelemben. A vágott virág az a mezőgazdaságnak, mint ami az élelmiszeriparnak a palackozott ásványvíz. Sőt, az legalább úgy fölösleges, hogy ott csak a palack meg a logisztika a masszív környezet terhelő. De a nőnapi kedves kis gesztus termesztésének nincs olyan mozzanata, ami akár csak egy kicsit is fenntartható lenne. Ha Európában állítják elő a nőnapi vágott virágot, akkor tuti kell a kiegészítő világítás és a fűtés, ami rohadt sok energia. Ez kiküszöbölendő rendszerint a termesztést olyan országokba szervezik ki, aminek a kontúrját még puskázással is csak sokat szorra találnád el Wordle-ben. És ez nem csak környezeti szempontból gáz, hogy szállítani, csomagolni, hűtve tárolni kell, hanem a társadalmi hatásai is hangyapadlizsennyit kedvezőtlenek. Olyan helyeken, ahol eleve kevés és szar a mezőgazdasági erőforrás, nagy a szegénység, mit termesztenek ébérért? Virágot. Ami aztán sok ezer kilométerrel arrébb kivált egy hát igazán nem kellett volna, hát majd szépen elhervad és megy a kommunális hulladékba, jobb esetben a komposztra. Mindehhez elpazaroltunk rengeteg energiát, vizet, műtrágyát, növényvédőszer, termesztőközeget, eszméletlen mennyiségű nyersanyagot. Úgyhogy nem, tényleg nem kellett volna. És még azt sem mondom, hogy az ilyen mostanra időzítettem virágzó cserepes dísznövények sokkal jobbak lennének, mert azok is többnyire a kukában végzik, mihelyt elvirágoztak. Ennél még a darabonként külön csomagolt merci csoki is jobb. A kis dobozos, a nagy az Penge bácsi utat, tudjuk, hogy mire van. Elképesztően szuperek vagytok, rovat. A múlt héten, ami a legnagyobb hatással volt rám, nyilván az ukrajnai háború közvetve, de közvetlenül az, hogy mennyire szuperek vagytok. Volt több akció, amiben részt vettem, vagy segítőként, vagy szervezőként, tudósítottam a helyzetről Instagramon és Twitteren, rengeteg kérdés és felajánlás érkezett tőletek. Amikor közzétettem, hogy mikre lenne igazán szükség egy konkrét igénylista alapján, olyan emberek, akiket életemben nem láttam korábban, hoztak hozzám különféle cuccokat, szerszámokat, kábeleket, kötszert, gyógyszert, melegruhát, meg mindenféle ilyesmit, vagy éppen dobták be a kocsim ablakán, amikor gyűjtőútra mentem. És ez szó szerint. Az üllőin nem tudtam félreállni, úgyhogy lehúztam az ablakot, lassítottam, és srác pedig bedobott egy szatyornyi kötszert, és már mentem is tovább. Jó, tényleg nem terveztem, hogy a petkupáról fog szólni ez a sorozat, de az élet így hozta. Az elmúlt években ők elég szoros viszonyt tudtak kialakítani tiszamenti önkormányzatokkal, meg civil szervezetekkel a határnak mindkét oldalán. És úgy néz ki, hogy ez a kapcsolati tőkéjük most nagyon jól jön. Én is hozzájuk szálltam be, a főhadiszállásukon szortíroztunk. Meg kaptam egy ilyen petkupás sapkát. Valójában csak ezért csináltam. Most nekiállok megvágni a videót, ha időben végzek vele, akkor még hétfőn kimegy, ha nem, akkor majd a határtól töltöm fel kedden. Mert hogy a hét egy részében az ottani ideiglenes szálláson próbálok segíteni, majd helyzetjelentést kaptok onnan is. Köszönöm még egyszer a rengeteg kérdést, felajánlást, aktívkodást, összefogást, meg mindenféle ilyesmit. De azért ne felejtsétek el, hogy egyéb problémák sem illantak el, még ha most az ukrán válság erősen is itt dübörög. Meg persze ott vannak az életnek a jó dolgai is, azokra is figyeljetek. Legyen szép hetetek, sziasztok!